Köszöntök mindenkit, Göblös Csernai Edit tanítónéni vagyok, Adáról érkeztem. Most közösen elkezdünk lezárni egy nagyon nagy fejezetet, amivel eddig foglalkoztatok. Megtanultátok a számokat 1-től 10-ig, megtanultátok őket leírni, megtanultátok azt, hogy egy-egy szám mögött mekkora mennyiség áll. Összehasonlítottátok a számokat, sorrendbe rendeztétek, összeadtatok és kibontatok velük. Ma elkezdjük ennek az anyagrésznek az ismétlését. Az egyetlen és mindig nálunk lévő legpraktikusabb számológépünk az a kezünk. Rajta 10 új van. Számoljuk meg most egyessével, növekvő sorrendben mondjuk el a számok neveit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és a 10. Ez a mi első számú segítségünk mindig nálunk van. Ha szükség van az összeadásnál vagy a kivonásnál rá, akkor ne szégyeljétek használni. Sorrendben már nagyon szépen tudunk számolni, de annyira rutinosak vagyunk, hogyha esetleg az első tízesnek össze is keverednének a számai, akkor is ki tudjuk gubancolni a sorrendjét. Vezessük most növekvő sorrendbe egymás után el a számokat 1-től 10-ig. Keressük meg az 1-est, majd jussunk el 2-ig. A szemeddel te már keresd a 3-ast. Mi lesz a következő számunk? 3 után jön a 4. A 4 után mi következik? Megtaláltad? Az 5. 5-ből ugrunk 6-ig. A 6-ból folytatjuk az utunkat a 7 felé. A 7 után a 8 következik. Keresd meg a következő számod, én is oda vezetlek, itt vagyunk a 9-nél, majd elérkeztünk az utolsó számig, a 10-ig. Eljutottunk sorrendben a legkisebbtől a legnagyobb számunkig, az első 10-esben. Hogy is mondtam? Melyik volt az első 10-es legkisebb száma? Az 1. És melyik volt az első 10-esünk legnagyobb száma? 1-től meddig jutottunk el? A 10-ig. Írd fel az első 10-es összes számát a legnagyobbtól a legkisebbig. Első számunk a 10. Haladunk lefele, jön a 9, a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 és az 1. Fölsoroltuk a számokat, tehát mindegyik szám után ezért tettünk vesszőket. Ismerjük a számokat, ismerjük a hozzátartozó mennyiségeket, és már összeadni és kivonni is tudunk velük. A 10 valamilyen bontásban szerepel mindegyik itt látható feladatnál. Nézzük meg, hogy hogyan építhetjük fel a 10-et 2 vagy 3 összeadandó segítségével. Az első ábrán 6 kék négyzetet látunk, amelyhez 4 zöld négyzetet adunk hozzá, és megkapjuk a 10-et. Egy másik bontásban a 10 a következőképpen szerepel. 5 sárga négyzetünk van, plusz 5 lila négyzetünk. Ha ellenőrzed az ujjaidon, láthatod, hogy újra megkapjuk a 10-et eredményül. Bontsuk fel 3 összeadandóra a 10-et.
két piros négyzethez adjunk hozzá 7 világos 4 négyzetet, majd egy sárgát. 2 plusz 7, az 9, plusz 1, egyenlő 10 négyzetünk van továbbra is. Újra 3 összeadandónk van, a legutolsó feladatban is. 3 sötétkék, plusz 3 zöldelem. És ezekhez még társul 4 narancssárga. 3 plusz 3, az 6, plusz 4, megkaptuk újra a 10-et. A képek alapján most vonjunk ki. Mindig 10 most is a kiindulási pontunk. Háromszögeket látunk, 10 háromszögből néhányat lehúztunk. Ez alapján építjük fel a feladatunkat. Tehát kiindulási pont, a kisebbítendőnk a 10, jelezzük a kivonást, és a lehúzott háromszögek számát, a 6-ot írjuk fel kivonandónak. És látjuk is a rajzon, de ki is számolhatjuk az ujjaink segítségével, hogy 4 a különbség. 10 almánk volt. Ebből a 10 almából 3-at valaki megevett. 10 a kisebbítendőnk, és 3 a kivonandónk. Hány almánk maradt ezután? 10 minusz 3, ellenőrizd magadnál, az 7. Az utolsó feladatnál, itt a kivonások sorában, 10 gyertyát látunk, 10 a kisebbítendőnk. Ebből valaki elfújt 4 gyertyát, vagyis minusz 4. Számoljuk ki, hogy hány gyertya ég még. Látod rajzon is, és remélem az ujjaidon is lekövetted, vagy már tudod fejből, ami a legjobb, hogy 6 gyertyánk ég továbbra is. Házakat látunk magunk előtt, különböző számú ablakokkal. Jelölnünk kell a házakat. Azokat a házakat, amelyeknek 6 ablaka van, kékkel jelöljük. Azt a házat, amelynek több, mint 6 ablaka van, pirossal jelöljük. És azokat, amelyeknek 6-nál kevesebb az ablakaik száma, sárgával jelöljük meg. Számláljunk! Az első házikon 3 ablakot látunk. A 3 kevesebb, mint 6, tehát sárgával jelölünk. Ezen a kis sárga házikón 6 ablak látható. Úgy beszéltük meg, hogy amely házon 6 ablak lesz, azt kékkel jelöljük. Jobbra haladunk tovább. Egy kör és egy téglalap formájú ablak látható a harmadik házikón. Ez összesen 2 ablak. Tehát 6-tól kevesebb a 2, vagyis sárgával jelölünk. 2 tetőablak, 4 utcafronti ablak és egy pince ablak is látható ezen a házon. Összesen 7 ablakunk van, tehát több mint 6. Jelöljük meg ezt a házat pirossal. Az utolsó emeletes házunkon összesen 1 padlásablak, 3 emeleti és 2 földszinti ablak látható, tehát 1 plusz 3 plusz 2, az összesen 6, tehát kékkel jelölünk. Karikázzunk, vadásszunk számokra a meghatározások alapján. Az A feladatban adott a 3, 5, 1, 9, 2, 6 és 8. Ezek közül válasszuk ki a legnagyobb számot. Tudjuk, hogy az első tízes legnagyobb száma a 10. Melyik szám van ezek közül legközelebb a tízeshez? A 9. A B feladatnál a legkisebb számot kell megtalálnunk.
tudjuk, hogy az első tízesünk legkisebb száma az 1. A 8, 3, 5, 7, 2 és 4, valamint a 9 számok közül melyik van legközelebb az 1-hez? Ebben a számsorban a 2 a legkisebb számunk. A C feladatnál 6-nál nagyobb számokat keresünk, tehát több számra is igaz az, hogy a felsoroltak közül 6-nál nagyobb. A 10 vajon nagyobb 6-nál? Persze. Az 1 nem nagyobb 6-nál, de a 6 sem nagyobb 6-nál, hiszen az pontosan 6. A 8 nagyobb 6-nál, a 4 kisebb, mint 6, de a 7 nagyobb 6-nál. A D feladat a legösszetettebb. Két dologra is figyelnünk kell. 4-nél nagyobb, de 9-nél kisebb számokra vadászunk. Vajon a 6 nagyobb 4-nél? Persze. De 9-nél kisebb? Így van, 9-nél kisebb, ezért mind a két feltételnek megfelel. A 3 kisebb 4-nél, tehát nem karikázzuk. Az 5 4-nél nagyobb, és 9-től is kisebb. Ugyanez vonatkozik a 7-esre is. A 2 4-nél nagyobb? Nem. Ezért a következő a 8-as szám, ami megfelel a mi feltételeinknek. A 8 nagyobb 4-nél, de 1-gyel kisebb, mint 9. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, további jó munkát kívánok!